Intro. Bevezetés a könnyű zenére. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm az intro barátokat. Dombóvári Gábor vagyok. A Cseh Tamás program jóvoltából a műsor sorozatunkban bemutatjuk az idei nyerteseket, zenekarokat, énekeseket, művészeket. És, ahogy már a korábbiakban megszokhatták, mindig lesz egy-egy tapasztaltabb pályatárs vendégünk is, aki elmondja gondolatait a hazai zenei életről. Kisvártatva jön a stúdióba Vajnai Zsolt, a Cseh Tamás program egyik megálmodója, és aztán az is kiderül, hogy voltak éppen, hogy kerül az Éva Presszó az Inkognitóba, a Lovardába, a Kosárba, csak úgy kutya fesztivál futtában. Kezdünk! Egy felhívást a főiskolának az egyik fali újságján, ahol egy énekesnőt kerestek, és akkor úgy voltam, hogy megpróbálom, miért ne, időmből kitelik, hogy megcsináljam, és akkor kezdődött az, hogy lehet, hogy komolyabban kellene foglalkoznom az énekléssel. És akkor utána körülbelül olyan 7 évre rá hirtelen megszületett az Éva Presszó. Közben azért persze voltak még más zenekarok is. Én is kerestem azt, hogy mi az, ami nekem igazán megfelel, és szerencsére ebben a zenekarban úgy megtaláltam azt, amivel a saját gondolatvilágomat, érzésvilágomat, világlátásomat közvetíteni tudom. Hosszú utcák és lámpaoszlopok, a lány mindig magában motyog, langyos szavakat rejteget a sár, a busz megálló és egy koszlott sarki bár, monológok a nedves sár mögött, a busz megálló és egy sarki bár között, hagyja egy hang, hogy mondja még tovább, szép szavaknak meleg gyöngy sorát. A szövegírónk Jónás Peti sokat járt föl hozzám munka közben, meg munka után meginni egy kávét, meg beszélgetni, jó barátok voltunk, és vagyunk a mai napig. És ő Éva büfének nevezte a konyhámat, és valahogy amikor megalakult a zenekar, akkor nagyon sok név eszembe jutott, és valahogy erre esett a választás, hogy ez olyan, ahogy te is mondtad, ez jól hangzik, és nekem tele van emlékekkel. Áll a lány, a sárki. Az a presszó hangulat az 70-es, 80-as éveknek a hangulata volt, és ha én hallgattam a zenéteket, ez egy picit a bites 70-es, 80-as évek is benne van, meg van benne sok minden. Ezt a sok minden mást, ezt van egy nagyon jó barátja a zenekarnak, aki hát ilyen félig meddig menedzserként működött, és ő az, aki az ötleteivel segített minket a legelején. És ő találta ki, hogy legyen a stílusunk a pop underground, mert hogy van belőlünk, van a zenénkben az undergroundból is, tehát van egy kis reggae, van egy kis ez, van egy kis az, de alapvetően mégis valami populáris vonal az, amit képviselünk, és így megszületett a pop underground. Áll a lány, a sárki. Hát igazából úgy szokott kinézni a dolog, hogy a gitárosunk, a Vince Krisztián,
rá azért nagy hatása voltak ezek a zenekarok, ő nagy Beatles rajongó például, és ő hozza ezeket a kis témáit, mi szépen szétboncolgatjuk, megbeszéljük, összerakjuk, és akkor abból kijön. De neki amúgy is mániája ez a hangzásvilág, amiben egyébként úgy néz ki, hogy egyet is ért a zenekar, úgyhogy valószínűleg ezért érzed. A presszó hangulat pedig az néha azért zenekaron belül is érezhető, persze a szó nemesebbik értelmében. Az az, hogy én megnéztem a Kopasz Kutya című filmet. Ami utána számomra egy kicsit valahogy csalódásos volt, mert utána én megtudtam, hogy ez nem a zenekarról szólt ez a film. Hát, hogy ez nem, de hát akkor még én voltam 7 éves körülbelül, 8. És valahogy, nem tudom, amúgy is valahogy mindig bennem volt ez, hogy szeretnék alkotni, meg zenélni. Nagyon szerettem a zenéket hallgatni. Aztán teljesen autodidakta módon kiderült, én egyébként gitározni próbálgattam először, pár akkordig eljutottam, de aztán kiderült, hogy a dobok az én hangszerem, és akkor szép lassan így felépítegettem. Nagyon megfogott és tetszett az a egy-két dalnak a szövege. Jónás Peti, ő alapvetően színházi ember, tehát színházi közegből jött, ott dolgozott nagyon sokáig. Belsős kötete jelent meg korábban, tehát ő alapvetően egy költő, irodalmár, és igen, nagyon súlyos szövegekkel szokott minket ellátni, egy nagyon termékeny művészember egyébként ő is. Cutor Zoli lett a Csatamás programon belül a mentorunk, ő a Belmondónak és a Nyerzenekarnak a frontembere, és ő rajta keresztül azért sikerült elég hamar megtalálni a megfelelő embereket, hogy a programban kiírt, tehát a pályázatban megírt tételeket is tudjuk teljesíteni, meg tényleg annyira jó fejemberekkel találkoztunk az alatt az egy-két hónap alatt, akikkel úgy látom előre, meg úgy megvan az az érzetem, hogy velük hosszú távon is tudunk majd együtt működni. Szájadban cseresznye van, melledre folyik a nap, hátra dől a délelőtt, szüles meg a végelőtt. Szájadban cseresznye van, melledre folyik a nap, hátra dől a délelőtt, szüles meg a végelőtt. Szájadban cseresznye van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat, már csak azért is, mert amikor az intro első sorozatának a vége felé jártunk, akkor tettél egy olyan ígéretet, hogy amennyiben folytatódik, és sikeres lesz a pályázat, akkor rögtön találkozunk. Ez az első alkalom, és ez az első a második évadban az intro műsorából. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy picit értékelni kell a 2015-öst, az előzőt, hogy milyen sikereket hozott. Hát ugye ezt mondhatjuk azt, hogy majd a jövő fogja eldönteni, hogy azokkal a zenekarokkal, mondjuk az a 42 zenekar, akinek segítettük a pályára lépését, belőlük mi lesz. Ehhez még idő kell, ugye a Margaret Island a kedvenc, vagy a Fatal Error, vagy így a Lóci játszik, de még lehetne sokat sorolni. Azt gondolom, hogy úgy megtalálták a helyüket, amit számunkra egyébként az mutat leginkább, ugye, hogy az induló zenekaros pályázat után kiírtuk az előzenekari pályázatot, aminek az a lényeg, hogy egy ismertebb, befutott zenekar vigyen magával egy kezdőzenekart. És szinte a tavalyi év minden induló zenekara benne van ebbe a pályázatba, tehát talált egy nagy mentort, aki elviszi magával koncertezni, úgyhogy járják az országot. Úgyhogy ez részünkről azt mutatja, hogy működik a program. Ugyancsak erre tudunk gondolni abból is, hogy még az előző évben 199 induló zenekari pályázónk volt, ebben az évben 347-en jelentkeztek. Tehát volt miből választani, volt miből meríteni. És a többi pályázatunk is, legyen szó a külföldi piacra lépés segítőnél, látszik, hogy egyre többen pályáznak, olyanok is pályáznak, akik tavaly még nem voltak benne, olyanok is, akik tavaly benne voltak, és már tapasztalatok alapján jönnek. És én úgy látom, hogy megtalálja a program a helyét, és a zenészek is megtalálják a igen, programot. Igen, és azért nem is kell olyan nagyon sokat várni, és ezt azért mondom, mert akik rendszeresen nézték a műsort, mármint az első sorozatot, hát volt itt olyan zenekar, amelyiknek még a nevét se hallották, és egyszer csak eltelt 2 hónap, 3 hónap, plakáton, hirdető oszlopon. Csak épp az egyik néző is telefonált, és azt mondta, hogy jé, hát nálatok hallottam, és most már játszanak, fellépnek. Szóval nagyon soknak azért a fellépési lehetőség már hónapok után megvolt. Igen, ebbe próbáltunk mi is segíteni, hogy a médiában például nálatok is az ismertségük ezeknek a zenekaroknak meglegyen, de a nagy tapasztalat volt, hogy ahol egy helyi tévé, egy kisközösségi rádió mellé állt a programnak, pályázott, nagy segítség volt a kluboknak is, de nagy segítség volt a zenekaroknak is a megismertetésükben. És ugye jártuk a fesztiválokat is, próbáltuk mindenhova kiállni a zenekarokat, úgyhogy aki tudott vele élni, az azt gondolom, hogy annak bejött. Na most mi a különbség az előző és a mostani sorozat között? Úgy értem, hogy támogatásban is, mert nyilván nem ugyanennyi a forint, mint amennyi volt. Több, másrészt pedig, hogy valami olyan változott-e, ami a tapasztalatok alapján még jobban elősegíti ezt az egész projektet? Hát, ugye a Cseh Tamás programnak az egy óriási előnye, hogy nincs előre semmi lefektetve. Tehát amit kitaláltunk még 13-14 környékén, azt 14-15-ben megvalósítottuk, és a tapasztalatok alapján indultunk neki ennek az évadnak, változtattunk pályázatokon, ahol az a visszajelzés érkezett, például az induló zenekaroknál, hogy nagyon jó lenne, hogyha koncertekre is, bemutatkozó élő koncertekre is fordíthatnák a támogatást, elfogadtuk, beletettük, megtehetjük. Szóval nem csak klipkészítésre, mint ahogy nem, korábban nem. Vagy egy másik pályázatnál, a külföldi piacra jutás segítő alprogramunknál érződött az, hogy vannak a határon túli magyar területeken olyan koncerthelyszínek, ahova nagyon sokan elmennek játszani, és úgy gondoltuk, hogy akkor őket vonjuk be a klub támogató alprogramba, és nekik írtunk ki most egy pályázatot, kifejezetten azért, hogy magyarországi zenekarokat meg tudjanak hívni tulajdonképpen. Igen. De mindenütt valami kis módosítást a pályázók igényéhez igazítottunk, például szintén a külföldre indulóknál, akiknek a pályázatuk egyébként január végén jár le, tehát addig lehet külföldi koncertekre pályázni. Például módosítottunk azon, hogy nem sok értelme van annak, hogy milyen meghívó leveleket, meg bemutatkozó leveleket hoznak a koncert helyszínektől. Sokkal fontosabb az, hogy ők összeálljanak, tudják, hogy mit akarnak csinálni, és a végén megmutassák, hogy valóban ott voltak, mint hogy most előre kérünk egy müncheni klubtól bármilyen papírt. Egyébként, hát ha több a pénz, annak csak örülni lehet, és ennyi mindenre lehet fordítani.
Az jutott közben eszembe, hogy a környező országokban, vagy akár milyen példát hozhatsz, van hasonló, ahol a honi könnyű zenét, illetőleg a fiatal tehetségek megismertetését, vagy mondjam, hogy befuttatását támogatják? Valamilyen hasonló, vagy másmilyen módon? Én nem nagyon hallottam ilyenről. Nem hallottunk róla, ugye nekünk mindig legendaként említik a finnek és a svédek példáját. Erre gondoltam. Amiről úgy tudjuk, hogy nagyon jól működik ugye az a könnyű zene az oktatási rendszerben, hogy próbatermeket alakítanak ki iskolákba, könnyű zenét lehet tanulni. Ami azért lenne fontos, ezt a mi kutatásaink is mutatják, hogy aki zenét tanul, vagy zenél, az sokkal tudatosabb zenefogyasztó lesz. Az hajlandó koncertért fizetni, CD-ért fizetni, letöltésért fizetni, tehát visszaforog a könnyű zenébe az, amit mondjuk az ő képzésére fordítunk. Illetve ami még ugye a skandináv modellből más vagy érdekes, hogy azért ők nagyon profi módon a zeneszerzés tanulását működtetik. Ebből jó lenne néhány dolgot átvenni, és erre majd teszünk is kísérleteket. De maga ilyen jellegű könnyű zenei támogatásról nem tudunk. Hát pláne, úgy nyugodtan mondhatom, csupa nagybetűvel, hogy kormányzatilag, szóval itt tényleg. Hát igen, ezt sokan elfelejtik, és ezzel szoktuk mondani, hogy a Cseh Tamás program, ez egy átengedett adóból működik. Tehát ezt az összeget, amit a kormány lényegében... Ja, jogdíjakból, meg ilyenekből. Ez egy jogdíjbevétel, de ezt ugye a törvényalkotók átengedték a üres adathordozók után tulajdonképpen a jogdíjjogosultaknak, és ebből született a döntés, hogy ennek egy része, ez kerüljön tulajdonképpen az egész könnyű zene támogatására, segítésére. És ugye miután az üres adathordozók, amik ugye a tabletek, fényképező memóriakártyák nagyon jól fogytak az előző években, ezért van magasabb forrás a Cseh Tamás program büdzséjében. Kell nekünk ennyi utánpótlás a könnyű zene területén? Úgy értem, hogy Magyarországnak. Ez egy érdekes kérdés. A szakma egy része ugye háborgott, hogy minek. Miért engedünk a szűk piacra még zenészeket. A szakma egy másik része meg azt mondta, hogy valahogy nekik igenis feladatuk az utánpótlás nevelés, az utánpótlás segítése. Ezt egyébként az előzenekari program nagyon jól megmutatja, vagy az induló zenekaroknál a mentori rész nagyon jól megmutatja, hogy segítenek nekik. És azt gondolom egyébként, hogy nem lettek annyival többen a piacon, és mindenki megtalálja a piacon a saját helyét. Nem biztos, hogy egy Cseh Tamás programos zenekarok befutnak, 5 év múlva is működnek, slágerlisták elején lesznek. Egy másik szegmensén a piacon. De az is lehet, vagy átalakulnak, és más formáció lesz belőlük. Azzal, hogy értelmes dolgot csinálnak, értelmes programjuk van, sőt szerintem valamilyen szinten mintát is adnak azoknak a fiataloknak, akik otthon a garázsban, meg a pincébe gyűrik a gitárokat, hogy valóban el lehet jutni. Szerintem ezért már megéri ezt csinálni. Egyébként az előbb akartam mondani, csak nem jutott eszembe, hogy a oktatásban, nekem van egy angol tanár ismerősöm, és a felső tagozatban Beatles dalokból tanulnak angol gyerek, és hamarabb megtanulják azokat a paneleket vagy mondatokat. Hát szóval van még tennivaló, és még egy dolog, akik eldöntik ezeket a dolgokat, tehát akik a zsűriben ülnek, ott van profi zenésztől kezdve nagyon sokan. Mennyi idő alatt sikerül ennyi zenekart, vagy ennyi dalt, vagy ennyi pályaművet meghallgatni, meg elbírálni? Hát ugye az induló zenekaroknál ugye ott az volt a döntésmenete, hogy minden zenekarnak be kellett küldenie 3 saját, maga által följátszott dalt. 347 zenekar volt, tehát körülbelül 1000 dal volt. És mivel nem szerettük volna azt, hogy mindenkit meg kelljen hallgatni, ezért a kollégium nekiült, és én is egy hónapon keresztül augusztus-szeptemberben ezeket a dalokat hallgattam, néztem a pályázati anyagaikat a zenekaroknak, hogy eldöntsük azt, hogy kik azok, akiket hívjunk be egy színpadi meghallgatásra. Ez egyébként, megmondom őszintén, hogy valahol fárasztó volt, de egy iszonyatosan szórakoztató és jó program volt, nagyon-nagyon jó zenéket lehetett hallani, nagyon sok mindent lehetett hallani, és akkor utána ugye ebből a 347-ből a 4 tagú kollégium eldöntötte, hogy kik legyenek azok, akiket meghívunk. Többségi szavazással lehetett bejutni, végül 78 olyan zenekar volt, akiket meghívtunk erre a meghallgatásra, ahol viszont több mint 40 zenészt, zenei menedzsert, koncertszervezőt kértünk meg, hát szóval... hogy 3 órás váltásba üljenek be, és hallgassák meg élőbe őket, pontozzák őket, és mi a kollégium elfogadtuk a döntéseket. Utolsó kérdés,
Csak magyar nyelvű dalok és szerzemények, vagy pedig... Nem. Amit mi fontosnak tartunk, hogy élőben élő zene legyen, meg tudjanak szólalni. Fontosnak tartjuk, hogy az esetek nagy részében fizetős koncerteken, uh-huh. fizetős fellépés legyen, hogy angolul vagy németül énekelnek, vagy éppen lengyelül, ez teljesen mindegy, csak énekeljenek. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nevessen, ó, nincs ki az eszemért szeressen. Egy, két, zé, két, há! Ó, nincs! Zsebemben nincs semmi, ó, nincs! A szívemben nincs senki, ó, nincs! A baromhoz nincs szódám, ó, nincs! A kezdethez nincs kódám, ó, nincs! Az egészben nincs részem, ó, nincs! A dédetem a fényképen, ó, nincs! Ó, nincs, 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 ó, jött, amitől jobb lenne, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, 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 ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, hallelujah, baby, ó, no, 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 everybody with the bound, ó, nincs, ba, 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 ó,
Kedves nézők, kedves intróbarátok, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Lájkoljatok, lájkoljanak bennünket! A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta.